Tavaly szeptemberben még az új gyártósorokat telepítették, és a frissen beszerzett gépeket állították be az Eisman nyíregyházi gyárának új csarnokában. Az ősztől kora tavaszig eltelt időszakban próbaüzem keretében az új eszközöket sikeresen tesztelték. A március közepén készült felvételeken pedig jól látszik, hogy a gyártás fő tevékenységként a fröccsöntés ekkor már javában zajlott az új egységben. A hazánkba is berobbanó koronavírus járvány azonban sok más üzemhez hasonlóan itt is keresztül húzta a számításokat, jelentősen visszaesett a termelés. A bővítés során létrejött kapacitás kihasználatlansága minimális plusz terhet jelentett a cég számára. A fő kiesés azonban nem ennek köszönhető. Úgy számolnak, áprilishoz hasonlóan májusi forgalmuk is 30%-ra esik vissza. A június már a szokott árbevétel felét hozhatja, miután megrendelőiknél is lassan visszatér az élet a normális kerékvágásba. Ugye mi fővevőink azok az európai autógyárak, Audi, Mercedes, BMW, kevés vevőnk van Angliába, illetve néhány kínai meg mexikói vevőnk van. Úgyhogy a július azt nem látjuk még, hogy ilyen visszaesés várható, illetve nagyon nagy várakozással várjuk azt, hogy sikerül visszaindulni az autógyáraknak. Ugye mindegyik egy kicsit óvatosan teszi ezt egy műszakkal, aztán kettő és három a tervekbe, de ugye ez szerint sikerül, abba bízunk. Mivel az Eismannál csak autóalkatrészeket gyártanak, a nagy gyárak leállásával egyik termékükre sem volt igény az elmúlt időszakban. Az alapforgalmat a mexikói megrendelések adták, illetve már a víruson korábban átesett Kínából is érkeztek megrendelések. Mint az ügyvezető elmondta, a BMW debreceni termelés elindításának késése őket nem érinti, mivel onnan még nem jött megkeresés. Az elmúlt hónapokban egyébként több eszközhöz nyúltak, hogy megtartsák dolgozóikat. Áprilisban ott volt több üzemünknél teljes leállás volt, először szabadságra küldtük a dolgozókat, aztán mikor az már időarányosan elfogyott, utána állásidőre, amikor 100%-os bért fizettünk, illetve most múlt hét óta ezen a rövidített munkaidős vagy magyar kurzarbeitos programon, pályázaton, támogatáson is elindultunk, amit nagy reményeim szerint meg is fogunk kapni, az most itt a napokban dől el, de egészen biztos vagyok benne, és azt jelenti, hogy 3 hónapig rövidített munkaidővel fogunk dolgozni. Home office formában a tervezők és az adminisztratív feladatokat ellátó alkalmazottak tudnak csak dolgozni. Létszám tekintetében a saját állományhoz tartozó dolgozókat megtartották, a kölcsönzött munkaerő terén ugyanakkor 110 dolgozóval fel kellett bontaniuk a szerződést, ami a 940 fős állomány nagyjából 15%-át jelentette. Az ügyvezető megjegyezte, az érintettek munkájára újra szükség lehet a helyzet visszarendeződése után.